Éjszaka többnyire derült, illetve gyengén felhős idő várható. Helyenként pára köd, a keleti tájakon főleg réteg felhőzet képződhet. Számottevő csapadék nem valószínű. A légmozgás mérsékelt marad. Szombaton általában derült, helyenként pedig gyengén felhős napos idő valószínű. Az éjszakai köd és réteg felhőzet gyorsan feloszlik. Csapadék nem lesz. Az északnyugati-nyugati szél megélénkül, néhol megerősödik. Zalában hajnalban -2 fok körüli értékeket mérhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, csapadékra csekély az esély. Erős lesz a nyugatias irányú szél. 9 és 14 fok közötti maximumokat mutathatnak a hőmérők. A folytatásban. Vasárnap egy hidegfront miatt több felhő lesz felettünk, elszórt záporok, néhol hózáporok is kialakulhatnak. Feltámad a nyugati, északnyugati szél. 7-9 fokra van kilátás. Hétfőn felhős borongós időre készülhetünk. Eső, havas eső előfordulhat. Megélénkül a szél, 4-6 fokot regisztrálhatunk.